most ugye nem konkrét gólpassz volt, amit a Fava adott, hiszen a kapusról pattanod eléd a labda, de most már nagyon sok sörrel tartozol a Favának, nem? Hát igen, majd a szezon végén a záróbulim, majd ezt mindegyiket meg fogja kapni tőlem, de hát örülünk neki, hogy ez így alakult, és megint a Fava révén tudtam gólt szerezni. A harmadik helyhez ez nagyon sokat segített, és remélem, hogy az utolsó két meccset megnyerjük, és akkor van esélyünk. Fejes gólt, még nem láttam tőled, sűrűn szerzel fejjel gólt egyébként? Nem, egyáltalán nem, ez saját magamtól sem megszokott, még edzésen se, de legutoljára U17-ben szereztem gólt négy évvel ezelőtt, 2019-ben pontosan emlékszem rá, amikor egy-egyes döntetlen játszottunk a belgákkal, és utána büntetőkkel kijutottunk a VB-re, akkor fejeltem legutoljára gólt. Hál' Istennek az a meccs is jól sikerült, és ez is. Én szeretek én időben játszani, nagyon jó volt a pálya. Azt hiszem az első fél időben nem játszottunk annyira jól, de a másik fél időben két gólt tudtunk szerezni, és ez elég volt ahhoz, hogy győzni tudjunk. Szerintem nincs olyan játékos, aki ilyen esős körülmények között ne szeretne játszani. Szerintem nekünk nagyon feküdt a gyors pálya, és ez az esős időjárás. Jó helyzeteket is tudtunk kialakítani, és nagyon jól hoztuk ki a labdákat is, úgyhogy nagyon feküdt nekünk ez az időjárás. Hogyha az érettségi feladatokkal kell összehasonlítani ezt a mérkőzést, akkor melyik volt nehezebb? Hát az érettségiben is voltak problémáim, azt mondanám inkább. De ez a meccs is nagyon nehéz volt, mert ugye a Vidia túlélésért harcolt, de örülök, hogy nyerni tudtunk tényleg. Az ünneplésre megint lemaradtam, már csak a socialon láttam, hogy te vezényelted az igizagát. Milyen volt? Nincs valami mély hangom, ezáltal a srácok inkább mindig elvetik magukat, de azért megpróbáltam legjobban elmélyíteni a hangomat, és levezényelni ezt, hál' Istennek sikerült is.